most sem találta el. Érett a fehérvári gól, amely végül az első játékrész lefújása előtt meg is született. Egy kapu előtti keveredés után Terejánszky Tóth emelte a labdát a pécsi hálóba. Már Fehér is gólt lőhetett volna, Schwarz meg pláne, ha a védő Pavicevics nem véd kézzel, de mit sem ért vele, hiszen Terejánszky Tóthot már senki sem tudta megállítani. Egy perccel később Horváth Gyula válaszolhatott volna, nem tette. Jöttek hát újra a nagy öregek, akik emlékplakettet kaptak a fél évszázada végrehajtott hőstettért, és bizakodva várták a második félidőt. De ez sem segített. Az 58. percben Horváth Gyula visszajátszását Mondvai vágta erősen, de pontatlanul a kapu mellé. Akkor még reméltük, hogy az elégedetlen B-közép megelégszik a tűzgyújtási tilalom megszegésével. De a 80. percben jött újra Lattenstein, aki előbb lefutott a kulcsárt, majd rugatott egy gólt a csereként beállt kerekkel. Lattenstein ellenállhatatlan, kerek pedig precíz, már is 0-2. Ez már sok volt a pécsi ultráknak, akik betörve a kaput, beözönlöttek a játéktérre. A meccs félbeszakadt, majd folytatódott. A második félidő több mint 50 percig tartott. A pályán a Fehérvár, a pálya mellett a biztonságiak és a rendőrök győztek.